Miért került ide? Hát engem úgy hoztak, mert eltönt a csomnyakam. Azért vagyok itt, mert Diana nagyon beteg. Azt mondták, hogy maradjak itt, hát eddig még itt vagyok. Sirály. De. Takarodj a szemedet, öt egy kígyó. Hú, megtöbbent, hogy miért... Meg eltöntem az életemet, tudja? Hát nem én voltam a hibás, de az asszonycsat, meg aztán elmerültem lefelé a lejtőn. Átadom a lovagrend kommendánk adományát, amit az adventi gyűjtésnél gyűjtöttünk össze a győri püspökség templomaiban és engedélyével, azelőtt a tábla előtt, amelyet mi lovagtársunk, mi lovagrendünk állítatott annak emlékére, hogy ez az épület is a mi közreműködésünkre épült fel. Használják egészséggel, és tudjuk, hogy jó célra fordítódik. A mostani adománynak a sorsa következő lesz. Ugye több mint 20 ember fekszik gyakorlatilag lábadozó szintre ellátást kapva a látmeti szálon. Nekik elsősorban azt gondolom, talán még az élelmiszert meg tudjuk oldani, de a gyógyszert nem. A legtöbb hajléktalanról tudjuk, hogy nem saját hibájából esett ebbe a helyzetbe. Hát én tulajdonképpen 25 évig nevelő otthonban nevelkedtem föl, és én 98 óta vagyok itt Győrben. Annak voltak az élet színvonalak, hogy egyszerűen semmilyen lehetőség nem volt, úgymond már az munkahely létesítésre sem. A körülményeik, a családi állapotuk megváltozása, az hozta őket ilyen helyzetbe, és sajnos ők nagyon rászorulnak a támogatásra. Az indítás és a szerződéskötés előtt áll egy TAMOP nevezetű, TAMOP 533-as pályázatunk, ami a hajléktalanok, utcáin a hajléktalanok a számának a csökkentését célozza meg. Ennek az lenne a lényege, hogy egyrészt az utcán élő hajléktalanok kerüljenek vagy intézménybe, vagy pedig az intézményben élő hajléktalanok kerüljenek albérletbe. Hát most már 5 éve kint dolgozok, és hogyha minden jól megy, akkor mi már márciusban megyünk ki albérletbe. Ez egy nagy előrelépés lesz. Hát az biztos. Nehéz lesz, mert ugyan nem tanultam meg az önállóságot, úgyhogy onnantól fogva minden felelősségére rajtam fog múlani. Tehát amit én elkövetek, onnantól fogva nekem kell irányítani tovább a dolgokat. Nem ide terveztem az életemet én se, hanem egy külső, első munkahely, tartós munkahely létesítése, utána jöhet a többi. Hát ugye a lakás, már kicsi, amit a zsebből ki tudok fizetni, albérletet. Ma a három családom, egy unokám, hát remélem, hogy elviszek. Hát, azt távolítok kérdést, hogy nem akarok senkinek sem nyakán lenni.